Na hát, hölgyeim és uraim, sajnos gázmaszkra nem volt pénzünk így jelenleg, úgyhogy csak a maszk marad, legalábbis addig inkognitóban maradok. Semmi gond, hát bemutatnám első új állatfajunkat. Bélát. Bélát, így igaz. Én nem tudom mi ez, tehát ki majd az első ránézése szerintem hús lehetett, vagy nem is tudom. Tegyük fel hatalmas érvágás ez egy kollégistának, hogy talál egy húst, de sajnos nem tudom mennyire lehet látni itt a doboz oldalán, hát szerintem ez hozzá tartozik. Valamilyen szinten, hát korom fekete a doboz. Hát lássuk a medvét, kinyitjuk, lehet látni a kollégák is, már védik az arcukat, nem merik megmutatni, meg félek, hogy belemászik, mint az Alien versus Predatorba. Hát, készüljünk fel, íme a dobozba zárt rettenet, Béla. Béla! Őrök, kivászik! Nézzük! Első nekifutásra úgy néz ki, mintha valami gyurma lenne, vagy nem is tudom, agyag. De belegondolva, hogy ez egyszer étel volt, hát nem tudom. Tehát. Gomba. Valami olyasmi, tehát sárga, fekete, barnát is látok, és zöldet is. Bár mondjuk, hogy szerintem... Omlik, tehát inkább ilyen vakulat feelingű. Szerintem szét tudnám szedni ezzel. Ó, de nézi, ott már szőrös is. Nagyon jó, kamaszodik. Tökéletes. Ablak. Ez már gyilkos. Visszazárjuk, mert Béla kicsit agresszív. Lajos. Íme következő példányunk. Öntsük le Listerinne. Erre. Lajos. Erre. Kedves kolléga azt mondta, hogy ez nagy valószínűséggel mák, vagy valami hozzá hasonló. Ezt nem én mondtam. Izé lehetett. Nem tudom, itt valami szét van folyva az alján, itt végig barna, aztán itt zöld, meg sárga. Mordor. És nem tudom, hogy ott valami fekete, de nem tudom mi az. De ez is egy afféle dobozba zárt rettenet. Nem tudom, itt valamivel úgy néz ki, hogy most ki akart mászni. Többiek biztos. A doboz oldalán is lehet látni, hogy már ez nem tudom, fölrobbant, vagy nem tudom. De biztos, hogy öngyilkos volt, az egyszer szent nem bírta. Lássuk a második példányunkat. Még füstöl is, hibátlan, hát mit látunk ebben? Rengeteg penészt, és az úgy néz ki, mint a kávépor. Istenemre mondom, barna, olyasmi, mint a kávépor, ott szőrös. Ott van a Sherwoodi erdő is. Ja, körülbelül. Megnézzük, már gomba is nő rajta. Ha így hagyjuk be, az meg egy idő után már... De nem tojások a lenni? Gombát terveztünk. Egy idő után erdei csiperkét tudunk eladni. Nem tudom. Tojás volt? Én nem tudom, tehát hogy mitől sárga a passz. De mondom, ott szőrös, mint a szemét. Megnézzük, a doboz teteje is kezdte átvenni ezt a rettenetet. Nem tudom. Szerintem akkor is pók, de nem én. Igen, előfordulhat, hogy ebben egyszer ilyet egy pók, és az ott a szűre vagy a hálója, nem tudom. Beledöglött. Egy pöppet, tehát lehet, hogy a maradék az nem tudom, az pók, de nem nagyon merek közel menni hozzá, mert félek, hogy megrohad a hajam, vagy nem tudom. Azért is kötöttem inkább hátra, hogy nehogy baj legyen belőle. Úgyhogy hát... Csuk vissza, Lajos. Kollégiumi ételek szeptemberből meghagyva, jelenleg április közepén tartunk. Szeptember, október óta ezek a dobozok nem voltak kinyitva. Ezzel semmi probléma nem volt, eddig. Tehát most inkább... De meg mindig füstöl a széne? Sose volt probléma, visszazárjuk jó alaposan. Lajoska és Béla, nyugodjék békében ott a sarokban. Úgyhogy, hát köszönjük, hogy velünk tartottak. Maszkot még magamon hagynám. De legközelebb majd... Talán augusztus környékén ismét találkozunk, akkor jönnek a szendvicsek. Amik megmaradtak, és már mozognak. Tartsanak velünk következő epizódunknál is. Ismét velünk lesz Öcsi és Gabi. Rajnőnk. Köszönjük szépen. További szép napot. Jó estét. Jó estét.